Egyszer egy király, nagyon gazdag volt. Egy nagy várba lakott, volt egy szép leánya is. Annyira szerette lányát, hogy még ki sem engedte a várból, nehogy valaki elvigye tőle. Egyszer mégis könyörgött a lány az apjának, hogy engedje el sétálni. Megengedte neki az apja, hogy elmehet, de ne nagyon sokáig, nehogy valami baj érje. Amint sétált a virágos rétön, látta ám, hogy közeledik felé egy legény. A szomszéd királynak a fia volt ez. Mind a kettő olyan szép volt, hogy rögtön megszerették egymást. Megegyeztek abba, hogy hazamegy a királyfi, és Gina lányért kérőbe. Királylám meg hazament, megmondta az apjának, hogy hol sétált, és hogy kivel találkozott. Megharagudott az apja, és megijedt, hogy elviszik tőle a lányát. Azt mondta a lánynak, inkább elátkozza örökre, de nem adja oda a királyfinak. Izenetet küldött a másik királyhó, hogy ne gyűjjön kérőbe, vagy ha gyűn, akkor olyan csapattal gyűjjön, aki őtet legyőzi, az ő várát be tudja venni. Készen volt már a királyfi, akarta kérőbe menni, mikor odaért ez a hírnök. Összeszedte a király rögtön a katonáit, és fia mellé adta őket. Elindult hát a csapat. A másik királynak a vára egy hegytetőn volt. Észrevették ám a nagy seregöt, amellik a másik király felül közeledett. Ez a király is akkor összeszedte az embereit, várták az ellenséget. Az meg is ért mindjárt, és követet küldtek, hogy a király adja szép szóval oda a lányát. Visszaizente neki a király, hogy semennyiért nem adja neki a lányát. Neki mentek a várnak, elkezdték ostromokat. De feltűnt nekik, hogy belülről nem bántja őket senki. Mert a benti király azt mondta, hogy ő nem akarja tönkretönni az embereit, aki akarja, elmenekülhet. Mikor aztán ezek megtámadták a várat, a másik király katonái a föld alatt mind elmentek, csak a király maradt, meg a lány. Lány azt mondta, hogy ő ellen megy innen, mert annyira megszerette a királyfit, hogy felesége akar lenni. Hiába kérte az apja, nem ment. Akkor az apja elátkozta a lányt háromféle állatnak, hogy csak úgy szabadulhat meg, ha akadóan legény, aki azokat az állatokat megcsúkolja, aki a lányból lesz. Közben az ellenség már behatolt a várba. Keresték, hogy hol lehet a királylány, de nem találták sehol se. A királyfi majdnem kétségbe esett, hogy most mit csináljon. Összejárt, keresett mindent, de nem találta a lányt. Kiment a várból, elkezdett ott bolongani az erdőbe. Gondolkodott, mit csináljon. Lejutott egy helyre, hát közeledött ám feléje egy öreg asszony. Kedves királyfi, elkezdett neki hízelögni. Tudom a nagy baját. De lehet ám azon segíteni, mert ez egy boszorkány volt. Mondja meg, édes néném, akármit megadok érte, csak tudjam meg. Minden hold világos éjjel kigyűn a vár elébe a vár kisasszon, akármi lesz az, akárminek a képibe, az biztos, hogy a kisasszon. Ezt meg kell csókolni háromszor egymás után, föl lesz szabadítva a király kisasszon. A királyfi ugye mindenre képes volt, megvártám az estét, hogy csak valahogyan láthatná meg a kisasszonyt. Hát, amint följött a hódvilág, meglátott ám a vár előtt egy kis nyuszikát, aki högyözte a füleit. Ment felé, de bizony a kis nyuszika nem szaladt el. Megölelte, megcsúkolta háromszor, kis nyuszika eltűnt. Alig, hogy ez eltűnt, ballagott ám ki a várbú egy nagy oroszlán. A királyfi megijedt, de azért ment feléje, azt is megölelte, megcsókolta, azt se bántotta. Alig, hogy az eltűnt,
mintha csak égne a kastély, olyat látott. Jött ám a hétfejű sárkány, akátta a tüzet a szájába úgy, hogy világlott az egész erdő. Nagyon megijedt a királyfi. Lehetetlen, hogy ez legyen a király kisasszony. De a sárkány csak közeledött feléje, mutogatta a kezébe a nagy kulcsokat, mit a biztatná, hogy ne félj, angyalom. Erre odament hozzá a királyfi, megölelte, háromszor megcsókolta, rögtön átváltozott a király kisasszonyjá. Nagyon megörültek egymásnak, neki adta a kulcsokat, tiéd vagyok, velem együtt tiéd a sok kincs is, minden. Bementek a várba, megmutogatta neki a sok kincset. Szerencsére volt még ott a hat ló, befogtak a hintóba, elmentek a királyfinak az apjához. Mindjárt megtartották a lakodalmat. De a menyelány nem látszott boldognak, kérdezte tőle a vőlegény, hogy mi a baja. Addig nem lehetök boldog, míg az én apám itt nem lesz mellettem, azt mondta neki a királyfi. Azt is eléteremtjük valahonnan. De nem is kellett sokáig keresni, mert már jött is a király. Megtudta, hogy a lányát a királyfi kiszabadította, elment, hogy még egyszer meglássa a lányát. Fölvezették hozzá az öregöt, a lányához. Egymás nyakába borultak, örültek, hogy megláthatták egymást. Az öreg megbékült, a lakodalom meg folyt tovább.